Sziasztok, én Dani vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornámon! Mit mozgok a héten 5. része következik, egész jól tartom magam az ígért havi 2 részhez, bár egy kicsit azért el vagyok csúszva. A címből kiderül, hogy az első szaltomat is megmutatom itt biciklivel, illetve arra is fény derül, hogy miért vagyok trikóban, meg egyáltalán hol is vagyunk most. Na de kezdjünk is bele a heti mozgásba! Hétfő! A rejtélyes csomagom tartalmáról itt nézhettek meg egy videót, és az nem volt más, mint az én dirt biciklim. A hétfői sportolás az ezzel történt, kimentem vecsésre egy Fedez skateparkba, és ott nyomtam. A bemelegítés egy félcsőben volt, ahol is egy kicsit vissza kellett rázódnom, aztán megtámadtam egy reziboxot, amit itt most láthattok. A rezibox úgy néz ki, hogy van a fanbox, amin ugrálok és trükköket csinálok, csak itt az érkező meg az asztal részen szivacsok vannak, és erre egy gumiborítás van letéve. Új trükkök gyakorlására kiváló, illetve nem annyira balesetveszélyes, jobban mersz vállalni, és nem is tudsz így megsérülni. Egyébként nekem az első találkozásom volt ezzel, és láthatjátok, le kellett tesztelgetni. Így is, úgy is. Egy nullkezes volt az első trükköm rajta, ami sikerült persze. Ezt követően egy no foot kenken volt, fú, de szép lassítás. Ezután jött egy kormánypöri, amiben csoda, hogy visszafogtam, és nem törtem össze magam. De megy ez, Dani, neked jobban is. Hát ez... Így is van. Jó! Egy 360-as volt a következő, majd az első vászpörgetjük. Danikám, az első Vászpöri sérülés óta. Igen. Jó, király volt, király volt. És amúgy meglepően az új Vászpöri sokkal, vagy az új biciklire sokkal könnyebb. Ritka az olyan videó, amikor nem a végén van a mi címben szerepel. Ez kicsit kevés lett. Na, hogy tetszett ez a szaltó, srácok? Jó! Hú-hú! Showtime volt? Király volt nagyon, szerintem. Jaj, de jó érzés volt. Az idei első átraszaltam bringával. Összességében nagyon jó, de bicikliztem, Zozó, köszönöm a kamerázást. És hát itt a tavasz, jöhetnek lassan a kültéri bringás események. Kedd! Hova megyek én ilyenkor? Hülye vagy. Hányra megyek és hova? 10:30-ra is fallabdázni. Normális dolog ez? Nem vagy százas. Amúgy jó nagy izé vagy, hogy itt vagy. Nem fogsz félni? De ne vedd már ilyenkor! De hát már nem is vagy egyedül. Jó, de még nem tud vigyázni rám. Szóval a keddestét a fallabdázással töltöttem. Én kiskoromban fallabdáztam utoljára, anyáikkal, még szerintem ilyen, még 10 évesen lehettem, és mindig néztem, hogy ez mennyire király sportág lehet. Egy falat kell izomból ütni, mennyire jól ki lehet adni magadból a hét fáradalom, vagy fél stressz, vagy mit tudom én, bármit igazából. De közben nagyon jó játék is, szóval nagyon jót lehet venyázni a társaddal, úgyhogy olyan embert hívjál magaddal játszani, akivel nagyon sokat rivalizáltok, és itt tényleg hatalmasokat lehet játszani. Na hát ez Milánnal úgy történt, amúgy, hogy az első alkalommal megvertek, de a másodikra már összeszedtem magam. Jó. És az a 10:30-es kezdés, hogy ez normális dolog-e, még előtte aludtam. Hülyeség volt? Arra. Szóval oda menni nagyon rossz olyankor, mert fáradt vagy, de az első kör után úgy felpöröksz, hogy hihetetlen jó érzés a nap végén így levezetni vele. Szerda! Szerdán elmentem az oxigénbe edzeni egyet, de teltház fogadott. Képzeljétek el, tehát nem tudtam a futópadra. Nagyon sok kardiógép van, hogy jól bemelegítsek, de egyszerűen nem sikerült üreset találnom. Pont az az időszak van, amikor már most volt egy 20 fok már márciusban, és mindenki rájött, hogy se áll még a summer body, úgyhogy most mindenki megrohamozta. A januári nagy roham után a márciusi nagy roham a következő, és mindenki most edzés, ne jól fog kinézni, de ez a lelkesedés általában ilyenkor megint jön egy kis rossz idő, és majd így szépen lejjebb fog menni. Szóval ez történt, úgyhogy hát igazából egy átmozgató edzést csináltam, egy kicsit húzóckodtam, tolózkodtam, fekvőtámaszozgattam, tárogattam, fűrészeltem egy hatalmasat, és az edzést pedig evezéssel zártam, amúgy elveztem azt hiszem egy 3000 métert, nagyon jól esett. Csütörtök. A csütörtök nagyon rohanós nap volt, úgyhogy igazából semmilyen konkrét sportolásra nem volt időm, de elővettem a biciklimet, mert tényleg nagyon jó idő volt, úgyhogy minden elintézni valómat ezzel tettem meg. Nagyon szeretek a városban bringázni, csodaszép. Na itt a nagy ügyintézések. Na itt a nagy ügyintézések. Na itt a nagy ügyintézések közepette.
Beszereztem egy ilyen kütyűt, nem tudom, hogy ez így átadja, hogy mi. Amit majd mindjárt hasznosítani is fogunk. Izgalmas lesz, kíváncsi vagyok, hogy a valóságban is működik-e. Hát az a mindjárt megmutatom, hogy mi is ez, ez majd a következő videóban lesz, vagy az azutániban. Vettem egy ilyen nagyon jó kis kütyűt, erről majd csinálok nektek egy videót. Ezután jött a nap legnagyobb sportolása, ugyanis orvosi vizsgálatra mentünk Ramikámmal, és annyira stresszes tud lenni egy ilyen számomra, én ezeken a vizsgálatokon mindig nagyon parázok, pedig amúgy nagyon, nagyon szép, nagyon jó ott lenni, meg az ultrahangon már látni a kis pocaklakót, de egyszerűen 160-as pulzus jár a kezem, lábam, úgyhogy én azért tettem ezt most be ide, mert szerintem ez felér egy edzéssel. Mind fizikailag, mind lelkileg. Már most is egy kicsit felment a pulzusom. Péntek! Péntek pakolással telt, és a bőrönömbe úgy pakoltam be, mivel aznap se tudtam semmit mozogni, hogy egy pak ruha, egy kis húzóckodás, avagy fekvőtámasz, vagy lábemelés. Amúgy ez nem annyira életszerű, ezt most konkrétan nem így csináltam, ez tényleg csak a videó kedvéért volt, de amúgy napközben, ha otthon pakolászok, vagy videót vagyok, akkor mindig elmegyek egy kis sorozatra, hogy húzóckodok 10-et, vagy lenyomok 20 fekvőtámaszt. De hát igen, ez most visszanézve elég vicces. Szombat. Hát, meg kell mondanom, a szombaton már nem nagyon szerettem volna semmit mozogni, de értetek mindent, úgyhogy teljesen hülyét csináltam magamból. A repülőn a budi előtt lementem fekvőtámaszba, és nyomtam egy kicsit. Hát mindenki engem nézett, Raminak nagyon tetszett, de értetek mindent. Amúgy megéri szerintem a repülőn ilyen másfél óránként felállni. Raminál ez amúgy most pont aktuális volt, hogy ne üljön sokat egy helybe. Amúgy én is mindig felállok, sétálgatok, most azt, hogy fekvőztem, és amúgy lehet, hogy be fogom vezetni. Vasárnap! Vasárnap már a célállomásunkon edzettünk egyet Ramival, fantasztikus kilátás volt, hatalmas pára. Szevasz, Benikém! Úgyhogy itt is egy laza bedurrantás az Instagram képekre, a végén még úsztam is egy kicsit, hogy lehűtsem magam, mert tényleg meg lehet fulladni, olyan meleg van. Szóval egy mozgalmas heten vagyunk túl, és egy kérdéssel fordulok hozzátok. Szeretnétek-e, ha Dominikán is lenne egy Mit mozgok a héten rész, ami nem a konkrét hetet ölelne fel, hanem a két hét alatti programokat, sportmozgásokat? Szóval ezekkel csinálnék egy összegző videót a végén. Ha szeretnétek, akkor kommentbe írjátok le, hogy mindenképp Dani! Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész. Igen, most ez egy kicsit csonka hétre sikeredett, de hát van ilyen. Nézzétek meg a többi Mit mozgok a héten videót is, remélem, hogy tetszett, ha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradkozzatok le. Hogy ne maradjatok le a további tartalmakról. Én Dani voltam, sziasztok!